With cigarette smoke, feeling alright. The sky looked like black glitter. Tonight you'll be a winner. You said I do to the wrong side. Fuck me up and then you play nice. You got to know I burned your letter. Worse for the better. Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Magyar Kések YouTube csatornáján, Simó János vagyok. Igen, most már kellőképpen hideg van. A felvezetőből, mint a felvezetőből is láthattátok, nem kanyarodunk el a filmek világától, sőt, most oda fogunk utazni, hogy a filmek világának alapjait fogjuk kivesézni, be fogunk nektek mutatni egy stílust. Egy olyan stílust, aminek a nevével Magyarországon mindenki találkozott már, és nagyjából tudja is, hogy hova tegye, de szerintem kevesen tudják pontosan, hogy miből is indult ki, miért is indult ki, mi is ez. A noirról fogunk beszélni, a noir stílusról, a film noirról. Ez egy francia kifejezés, fekete film, ennyit jelent, és ez a stílus jellemezte Hollywood 1941-től 58-ig forgatott filmjeit. Ezek egytől egyig ilyen bűnügyi, krimi, gangster, dráma filmek voltak, amelyekben túlfűtött erotika, szexualitás volt a jellemző, és az erkölcs az kétféleképpen értelmezhetően volt megjelenítve, ambivalens erkölcsel volt megtöltve, voltak megtöltve ezek a filmek. Nos, a noir filmek alapvető stílusjegyei ugye azok voltak, hogy fekete-fehér filmekről beszélgetünk, és a fekete-fehér színekkel rendkívül jól játszottak a kontrasztokkal. Alapvetően városban játszódó filmek voltak ezek, füstös, ködös, nehezen belátható, érdekesen megvilágított helyszínek voltak, amikor pedig zárt helyszíneken forgattak, akkor olyan elemek jelentek meg, olyan elemek voltak a jellemzőek rájuk, mint a szűk, kicsi, cigarettafüstös helyiségek, a reluxák, rácsok és lépcsők. Megvoltak a meghatározó karakterek is a noir filmekben, ilyen volt a magányos vagy magándetektív, akinek ugye azért nem volt teljesen megkérdőjelezhetetlen a jelleme, ott volt a tündéri angyali feleség vagy jegyes, és hogy teljes legyen az erotikus és szerelmi háromszög, feltűnt a filmekben a femme fatale, minden férfi végzete a végzet asszonya, a vágyak tárgya, aminek a férfiak nem tudtak ellenállni. Igen, jól látjátok, a noir filmekben nőuralom volt, alapvetően nőközpontú volt, ennek pedig az volt az oka, hogy a noir filmek a legsikeresebb korszakokat a világháború idején érték, a második világháború idején érték, amikor is a férfiakat behívták katonának, és a hölgyek otthon maradtak. Kénytelenek voltak eltávolodni a konyhaasztaltól, a házi munkától, és megfelelni azokon a területeken, ahol eddig férfiak voltak. Ezt az akkori társadalom nem nézte jó szemmel, nem örült neki, hogy a hölgyek átveszik a férfiak szerepét, és bizony-bizony megszülettek ezek a női főhősök, megszülettek a femme fatale-ok, akik már sokkal erősebb karakterként voltak jellemezve. A másik dolog, ami miatt ugye a noir filmek rettentő népszerűek voltak Amerikában, hogy először kezdték el konkrétan boncolgatni az elszakadást az amerikai államtól, az amerikai álom végét. És ez volt a noir filmeknek a varázsa.
számos nagy rendező és színész köthető a noir filmekhez, hogy a leghíresebb filmeket említsen meg nektek, ilyen volt 1941-ből a Mátai Sólyom, 1951-ből a Detektív történet, és az utolsó nagy noir filmet leforgattak 1958-ban, a Gonosz érintése volt, olyan rendezők nevéhez köthető művekről beszélgetünk, mint Alfred Hitchcock, Orson Welles, Billy Wilder, vagy a magyar származású Michael Curtis, vagyis Kertész Mihály. De természetesen voltak még híres noir filmek, ilyen volt a Laura, vagy az Alkony sugárút, ami amerikai címmel már sokkal többeteknek fog ismerősen csengeni, ugye ez a Sunset Boulevard. Olyan híres színészek voltak a noir filmeknek a csillagai, mint Humphrey Bogart, aki a Mátai Sólyommal indult el karrierjének csúcsára. Ott volt Burt Lancaster, ott volt Kirk Douglas, aki Kertész Mihály Detektív történetnek volt főszereplője, vagy Charlton Heston, aki a Gonosz érintésében játszott főszerepet. Női főszerep, nem tudom, most mondtam, de Rita Hayworth például egy elég híres színész volt. És hogy mennyire nem vagyunk tisztában a noir stílussal, nagyon sokan nem vagyunk tisztában, felsorolok nektek négy olyan elemet, ami mindenki kapásból bedob a noir filmekhez. Narratív részek, flashback, jazzzene és a neonfények. Mindenki azt hiszi, hogy ez a noir stílus jegy alapjai, noha ezek nem azok. Ezek mind a 80-as évek után kerültek bele filmekbe, amik tisztelegtek a tiszta noir stílus előtt, vagy annak a parodiáját próbálták meg bemutatni. Egyébként mai napig készülnek nagyon-nagyon jó noir ihletésű, vagy noir jellegű filmek, amelyek tisztelennek a régi nagyok előtt. Számos olyan film volt, és mindegyik egytől egyik sikerfilm volt. Ilyen volt a Rettegés foka, a Taxisofőr srácok, a Mandzsúriai jelölt, a Dühöngő bika. Ne felejtsük el, ez egyik, számomra az egyik kedvenc és a legnagyobb tisztelegés a noir filmek előtt, az Elemi ösztön. Illetve, ami talán a legtöbben, a maiak közül a legtöbben emlegetni szoktak, az a Sin City, 2005-ös Sin City Frank Miller alkotása, ami nagyon-nagyon nagy tisztelgés volt a noir filmek előtt, igaz kicsit túltolva, noha képregény stílusban jelentette meg, és a noirnak valóban voltak olyan elemei, hogy ilyen képkockánként kijöttek a történetek különböző kameraállásból, a Sin City egy picit ilyen, hát a mai kornak megfelelő nagyon komoly szűrőkkel, nagyon komoly fekete-fehér játékkal, kicsit ilyen képregény karton stílusban hozta el, és a mai napig olyan rendezők tisztelegnek, neves rendezők tisztelegnek a noir stílus előtt, mint David Fincher, David Lynch, ugye a Coen testvérek, és természetesen Tarantino a Ponyvaregénnyel, vagy pedig a Kutyaszorítóban című filmmel. Szóval ez volt a noir stílus, és hogy mennyire volt meghatározó, nagyon sokan, sőt a legnagyobb szakmabeliek egyetértenek, hogy a noir stílus nélkül a mai filmipar nem létezne, nem lenne ott, ahol van. Ezek a gangster bűnügyi filmek, ezek az erkölcsel, ezek a kétértelmű erkölcsel, erotikával átítatott filmek alapozták meg Hollywood jövőjét. Ez volt a noir. Oké, srácok, és most mi is szeretnénk a noárt egy új tartalommal megtölteni, tudjátok, mert egy kés fogunk nektek bemutatni, méghozzá egy vadonatúj modellt. Fogadjátok szeretettel Kovács Miklós noár kését. Oké, akkor láthattátok magyar késekes módon a paramétereket zanzásítva, némi nemű tisztelgéssel a noir stílus előtt bemutattuk nektek. Természetesen ki fogjuk csomagolni ezeket a paramétereket, de még mielőtt megtenném, engedjétek meg, hogy Kovács Miki késeiről beszélgessünk, illetve Miki munkásságáról beszélgessünk úgy, ahogyan én látom. Nagyon sokszor hallom azt, hogy Miki kései mind fantasztikusan jók, nagyon jól használhatóak, de olyan egyformák, olyan egy kaptafára készülnek. Ez igaz,
Viszont fontos megvilágítani azt, hogy Miki milyen felfogásban, milyen szellemben készíti a késeit, és így talán már akkor jobban meg fogjátok érteni, hogy Miki honnan indult, hol tart és hogy merre halad. Miki késfelhasználóként kezdte a pályafutását, és ő maga alkotta meg az első késformát, a Móka Miki késformát, amiből aztán számos fajta féle méret készült. Ugye indulhatunk az MF80-tól, felmehetünk ugye a Krakenig. Nagyon fontos dolog, hogy a méretek között igenis van különbség, és Miki teljesen le akarta fedni a késkészítők igényeit. Ugyanis van, akinek mondjuk a borz a maga 100 mm-ével már kicsi, tehát neki nem elég, viszont neki a túrázó a maga 125-ös és 6 mm vastagságával nagy, ezért Miki közébe tett mondjuk egy másik darabot, legyen ez mondjuk az Osiris, ami ugye 110-es penge hosszal van. Sokszor az 1 centi igenis sokat számít, hogy valaki magának az erdei kalandjaira egy úgymond tökéletesen személyre szabható, de mégis szériakést tudjon vásárolni. Miki így építette fel a palettáját. De Mikinek a fantáziája nem pihen, ő sorral csinál egyébként custom késeket, kvájkeneket, taktikai késeket, karambitot csinált már vecedelmes bóvi késeket, és elkezdte a modell palettáját is színesíteni. Elindult annak idején ugye a Sakál, a Sakálhoz most már ugye összepattant rögtön a Shark, ami egy tökéletesen jó modell, közé jött a Hunter, és megcsinálta az Indiánt is, ahol már a droppointos formával is szakított, tehát egy kicsit ilyen railpoint, clippointos hatású kés, ami egyébként mai napig az egyik kedvenc késem az Indián. És most Miki egy újabb kést hozott el nekünk, a Noárt. Először a tokról fogunk beszélni, mert hogy Miki azon kevés késkészítők közé tartozik, aki tokozza a késeit, tehát ő maga készíti a tokot is a késekhez, és ez minden esetben 3 mm vagy annál vastagabb marhabőr, kézzel készülő marhabőr tokot jelent, amik elég kemény tokok. Ez azért nagyon jó, mert egy kézzel könnyen elővehető és elrakható lesz a kés tőle. Természetesen a bushcrafterekre és túrázókra jellemző lógó felfogatásról van szó, ami nem zavar minket a szabad mozgásban, hajlongásban, egyéb hasonlóban tökéletesen jól el van találva. Ezek a tokok egytől egyig vastagok, és kicsit ilyen pukkósan a markolat kétharmadáig ölelik magukba a kést. Tökéletesen stabil tokokról beszélgetünk. Alapvetően jobbkezes felfogatással készülnek, de ez nagyon fontos, tudjátok, ez azt jelenti, hogy ha a késfelüli részt nézitek, akkor a felfogatás bal oldalra kerül, és így tud a tok ugye a jobb oldaltokon lenni, de ha ti balkezesek vagytok, akkor jelezzetek Mikinek, hogy ez a felfogatás kerüljön át a jobb oldalra, hogy bal oldal tudjátok hordani a tokot. Figyelem! Ebben az esetben is elmondom, jó? A kés nagyon éles, minden móka Miki kés nagyon-nagyon éles, rettenetesen éles, tehát nagyon vigyázzatok arra, hogyan teszitek vissza a tokba. Ne erőltessétek, ha megszorul, inkább figyeljetek oda, és amíg nincs meg a mozdulat, látjátok, nagyon szépen be lehet helyezni, csak figyeljetek, hogy teszitek oda, mert ha ferdén más szögben viszitek befele, azonnal kinyírjátok ezeket a strapás bőrtokokat. Oké. Kezdjük a késsel. Kezdjük magával a formavilággal. Mindjárt majd a paramétereket is elmondom. Ez a kés egy picit más. Amikor ezt a kést megkaptam Mikitől, hogy mutassam be nektek, megmondom őszintén, gondolkodtunk Mikivel, hogy mi legyen a neve, megint előjöttek a különböző állatnevek. Sas, nagy sas, gonosz sas, tüzes sas, tüzes farkas, vérfarkas, harapós, merőfarkas, hátulról vicsorgó sárkány, de már ezekből a nevekből én úgy gondoltam, Mikinek is elég. És ahogy ránéztem erre a késre, ennél a késnél volt először az, srácok, hogy nem azok a jelzők jutottak nekem eszembe, hogy faszagyerek, fenegyerek, vagány, jocóka, meg egyéb hasonló. Ránéztem, és nekem valahogy olyan érzésem volt, mint egy gyönyörű nő. Egy igazi femme fatale. Azonnal beleszeretem ebbe a késbe. És ebből a femme fatale-ból jöttünk, hát akkor fiúk, hívjuk Noárnak, jó? Ez lesz akkor Móka Miki Noár kése. A forma alapvetően, maga a pengeforma, ugye egy droppointos pengeforma, amit láthattok, és nagyon-nagyon szépen nyúlik vissza az alap Móka Miki késformákhoz, viszont a leélezése ennek a késnek, ugye már skandivex, és ennek a késnek nagyon jól áll. Egyébként ugye megmarad az a vaskos gerinc, és egy nagyon-nagyon patentul harabdáló ölő
gyilkoló élt kapott, konve, lapos konvex élt kapott a kés. 100 mm-es a pengehossz, az élhossz pedig 110 mm-es. Miki azt írta nekem, hogy 3,5 mm a vastagság ennek a késnek. Nos, nekem ez inkább 4 mm. A 100 mm-es pengehosszhoz egy 120 mm-es, 118-120 mm-es markolat párosul, aminek majdnem a teljes része fogásra van kialakítva. És ez a markolati forma, srácok, ez bitang szép. Csupa-csupa ív és hajlat, és mint láthatjátok, igen, osztott markolatról beszélgetünk, tehát ez egy osztott markolat, ami mindig egy kicsit fázós dolog, mert ha az osztás nagyon ki van alakítva, vagy nem jó helyre van berakva, akkor a markolat fogása teljesen kényelmetlenné válhat. Nos, Miki esetében ez patent lett. Elől nagyon kis keskeny, hátrafele szélesedik és vastagodik a markolat, a legszélesebb ponton 20 mm, írdatlan jól rá lehet fogni, és nagyon kényelmes. G10 markolat, ami a kezemben van, és egy sárga fibert kapott, egy ilyen kicsit ilyen neon jellegű sárga fibert kapott. Kaparóér természetesen van a késen, ami a markolathoz közel le van gömbölyítve, hogy itt ne bántsa a kezeteket. Ettől függetlenül nagyon harapós kaparóér, igazi móka Miki kaparóér. A hegy pedig a 4 mm-es penge vastagsághoz képest erősen és stabilan van felhozva, tehát ezzel a hegyel igencsak lehet erdei munkákat elvégezni. Természetesen korbi csavarokkal van rögzítve a kés. N690 acél, 59 rockverre felhúzva, tehát teljesen rozsdamentes és baromi jó éltartású acél. És látszok, túl vagyunk már két teszten, igen, még egy kicsit tovább használgattam a kést. Ez is, akárcsak Imi kése, még mindig beretva éles. És el kell mondanom, hogy noha Miki munkakéseket készít, és nem szeretné, hogy a kései vitrínbe legyenek, olyan minőség van, srácok, olyan összeszerelés és összerakási minőség, szintén sehol hézag, sehol sem akad be a köröm, nem bánt, nincsen elvaratlan szár rajta, egyszerűen hibátlan, hibátlan. Munkakés, de olyan munkakés, amit már mondtam, minél itt is elmondom, gépsorok megirigyelhetik. Kézzel készülő késről beszélgetünk. Miki, le a kalappal, nagyon-nagyon jó út, amit haladsz. Szóval a Noir egy ilyen kés, és mint mondottam nektek, nekem kicsit ilyen femme fatale érzése van, egy ilyen kell, egy ilyen végzett kése. Baromi jól néz ki, és tényleg szinte hív engem arra, hogy elmenjünk és kipróbáljuk ezt a kést, és el fogunk menni, és ki fogjuk próbálni még hozzá. Most meglátjuk, hogy a teszt végén mit fogok mondani nektek erről a késről. Lássuk, mit tud a Noir. A cigarette smoke, feeling alright. The sky looked like black glitter. Tonight you'll be a winner. You said I do to the wrong side. Fucked me up and now you play nice. You got to know I burned your letter. Worse for the better. Thriller, never thought you was a killer. Thunder brings white light. Kovac's gonna be alright. We used to be easy, but now you are my enemy. Did you enjoy the war fight? Now we say goodbye. On the floor.
Szálló, igen. No kérem szépen, láthattátok, amit láthattatok, túl vagyunk a teszten, hát persze, hogy túl vagyunk a teszten. Hú, srácok! Ez egy móka mikikés. Nem tudom, hol kezdjem. A móka mikikésekre jellemző színvonalat ez a kés magasan hozza. Mindenes késnek kategorizálom be, mert ugye ez a 100/4-es, ez általában az ilyen mindenes LDC késeknek nevezhető. Figyelem, az LDC nem egyenlő a legállal, jó, ezt majd olvashatok utána a honlapon. Tehát ez egy mindenes LDC kés, ami túrázásra, erdőjárásra és komolyabb buszra tökéletesen megfelel. Ami egyébként feltűnt, mondjuk ha hasonlítom Imi zengőjéhez, ami nem olyan rég volt a csatornánk vendége, ez a kés nehéz. Masszív, nehéz. Tehát megfogja az ember is, van súlya, van tömege, érzem azt, hogy a kezemben van a kés. Ez tetszik, Miki, ez jó. És hát tényleg egy femme fatale. A teszt alatt simán megfirkáltam a kezemet ezzel is. Én nem tudom, manapság minden késsel megvágom magam. Srácok, vagy öregszek, vagy nem vagyok itt fejben, de ezzel is sikerült megharcolnom magam. És rettenetesen kemény munkákat el lehet vele végezni. Noha az ütőfázásnál és a komolyabb munkáknál ugye a paraméterekből adódóan azért megvannak neki a fizikai korlátai, tehát nem tudsz vele egy ilyen fát szétcsapdosni, szét tudsz, csak nagyon sok idő. Azon belül, amit ugye a paraméterei megengednek, ez a kés verhetetlen. Bitang jó. Jó a Zen 690, jól vizsgázott, jó a kaparója, könnyű volt vele tüzet gyújtani. A markolathoz, térjünk vissza egy kicsit a markolathoz. Sok embert meg fog osztani ez a markolat, hogy tetszik-e ez a markolat, nem tetszik ez a markolat, kényelmes lesz-e vagy nem lesz kényelmes. Srácok, ergonómiai téren nem szeretnék kitérni rá, mert tudjátok, már nagyon sok kést teszteltem, és tényleg már csak felfújható műbránner alakú markolat nem volt a kezemben, ne legyen, de mindegyik markolatnál én azt tudtam mondani, hogy kényelmes volt, jó volt, ennél a markolatnál is. Tökéletesen jó volt, nem zsibbadt a tenyerem, nem voltak bőrkeményedések, nincsenek rajta, nagyon kényelmes volt használni, az osztott rész abszolút nem esett nekem rossz helyre, tök jó volt, és fogásváltások alkalmával, noha itt mondjuk teljesen másképp kell megfogni a kést, tökéletesen jól tudtam használni. Szóval jó a Noárnak a markolata, sőt, nagyon jó a Noár markolata. Az, hogy a vége felé kiszélesedik, és egy picit ilyen szögletesen le van húzva, ez gyakorlatilag nagyon stabilan a helyén tartja a kést. Ugye előre nem igazán tud csúszni a kezünk, hátrafele megint nagyon nem. Nincs rajta zsinórluk. Nincs rajta zsinórluk. Én ennek örülök. No, szóval, csak ez egy megjegyzés. Természetesen a videó kikerülésének pillanatában ez a kés is megvásárolható lesz a Magyar Kések honlapon. Lesz rendelhető verzióban, ugye a Schleifner acélból és 40 ezertől fog indulni, tokkal együtt az ára ennek a késnek. Viszont van egy pár darab Mikinél, ha jól tudom, 5 darab, ezt is beleszámítva. És ezek bevezető áron N690 acélból 38 ezer forintért fognak eladásra kerülni. Figyelem, ez csak egy bevezető ár. Tehát ez erre a pár darabra fog vonatkozni, aztán majd tőletek fog függni, hogy igen, rákacsintotok-e a Noárra vagy sem. Ajánlás. Kinek ajánlom? Hát srácok, megint azt tudom mondani, mindenkinek. Ajánlom a profi bushcraftereknek és túrázóknak, mert egy jól kitalált koncepció alapvetően Miki a már megismert szériáira építkezik, és abból alakított ki valami újat. Én nagyon remélem egyébként, ennek a késnek véleményem szerint nem kell nagyobb. Tehát nem kell ekkora penge hozzá, mert ez a markolat, ez ehhez a nagyon irányítható 100 mm-hez tökéletesen alkalmas.
Tehát egy nagyon jól irányítható mindenes kés, ami egy baltával vagy egy nagy késsel kiegészítve verhetetlen partner lehet egy komolyabb túráznak vagy egy bushcrafternek, de egy természetjáró, erdőjáró embernek is tökéletes a társ, mert egy ilyen könnyedebb túrához vagy természetjáráshoz hibátlan, mindenre megfelel, tökéletesen jó. És ajánlom a kezdőknek is, mert a 40 ezer forint, ahonnan indulni fog, meg pláne ez a 38, ez még szerintem kések világában nem olyan megerőltető összeg, viszont baromi könnyen használható. Baromi könnyen használható kés, nagyon könnyen meg lehet tanulni a kést biztonságosan használni, és tényleg biztonságos fogás biztosít. Tehát ez egy jó kés. Miki, számomra a Noir megint egy olyan, mint az Indián, megint egy kikacsintás a már megszokott utattól, és ezt is jól csináltad, Miki. Ez is jó kés lett. Ha értékelnem kéne, nálam 5 csillag azonnal menne ennek a késnek. Oké. Elrakjuk. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor jöhet a like, nagyon szépen köszönjük, a csatorna elbírja. Illetve iratkozzatok fel, mert még fog jönni videó, már beszpoilereztük, lesz egy hogyan készül videó, tartozunk nektek még a Luciferrel, amit mindenféleképpen le fogunk nektek vetíteni. És srácok, nagyon fontos, most már öltözzetek fel rendesen. Nem csak azért, mert hideg van, hanem mert az avar, az aljnövényzet állandóan nedves, szottyos, tehát jó cipőt vegyetek fel, ne ázzatok át, ne fázzatok meg, ne fázzatok fel, menjetek ki, túrázatok sokat az erdőben, mert ez az időszak nekem nagyon-nagyon tetszik, ilyenkor sokkal járhatóbb az erdő, mint mondjuk nyáron, de óvjátok a természetet, jó? Ilyenkor, mikor a fák lealszanak, sok ember, laikus azt szeretné, hogy a fele erdő halott, de nem. A földről szedjetek föl, és onnan használjátok fákat. És persze vigyázzatok magatokra is. Találkozunk nem sokára, jók legyetek, sziasztok!